Na mi van? Le, Krisztián, nem szállsz be? Sedzés be? Várom a tanítványomat, Attila. Jó, akkor legközelebb. Valahol. Háló. Nem állj! Ezt nem hiszem el. Mit csinálsz itt? Edzőtre várok. Valami... Te ismered a Bakos Sanyit? Nem mondod, hogy te vagy a... Ismered a Bakos Sanyit? A Bakos Sanyi, persze, ő ajánlotta. Ha persze, hát... De te mióta... Mit az bolondozol? Mióta már a személyi edzést? Egy éve. De akkor állj meg! Mi régóta jó barátságban vagyunk, rengeteget jártuk a budapesti éjszakákat, és összeverődve a csapatokba. Úgyhogy van közöttünk egy kölcsönös szimpátia, és amikor Budapesten tartózkodik, akkor rengeteget találkoztunk egy időben, nagyon sok mindent csináltunk, amellett, hogy bulisztunk. Nem hallottam róla 1000 éve. El vagy tűnve. Én lennék eltűnve. Nem te? Hát itt hagytál Magyarországon, elmentél Vegasba élni a nagyok életét. Hát figyelj, ide veled nem lehetett mit kezdeni, még nem értél meg a feladatra. Igen, nem értem meg a feladatra. Nem. Hát, azon gondolkodom, hogy te hol találtál ilyen csoda azt, hogy neki neked megfelel? Mert hogy ilyen még nem történt az életben, hogy te megmaradtál, vagy nem, hogy másfél évig, tehát hogy egy hónapig sem. Szépen kóstolnak. Sikerül még. Neked milyen hosszú kapcsolatod a Vegasba? Legalább 3 hét? De Vegas az a bolondok háza, esküszöm. Ott volt a helyed, nem? Ennyi. Köszi. Na, figyelj! Csináljunk szóval is valamit, jó? Vegasban nincsenek, semmire kellő férfiak vannak. Mondjuk itthon is van a bopár, de Vegasban koncentráltan. Nekem Szilvi klasszikus értelemben igazi nő, tehát egy nagyon-nagyon csinos, nagyon dekoratív, és szerintem egy nagyon smart nő. Direkt csinálod esküszöm. Persze. Én ilyen gyakorlatilag nem oldal, találkoztam, pedig edzettem Vegasba is esküszöm. Tényleg? Uh-huh. De ott látod, bének a pasik, és lehet, hogy bének az edzők. És ezt most jól csinálom, hogy ez instruálják. Nagyon jól. Szenzációs. Lehet nyugni is, ebben nem? Hogyha fáradok? Nyöghetsz, igen. Na, gyerünk! Oké. Okay. Csípődet dob ki? Egyenesen? Oh, várj, de lekaptál a gépről, vagy a padról, így jó? Csípő. Ez, na látod, ez a különbség. Ez a gyakorlat része? Igen. Vagy ez már masszázs? Így? Előre nézel, húzod fel, fújdod. Nem kapkodunk, lassan. Itt érzed? Aha. Jó. Kezd bedugrani, ez jó? Nézd rám. Kitörik a nyakam, szívem, legalább ugolj le, hagyd nézzek a szemedbe, mert zavarba hozol. Én meg most látom Szilviéket. Aha. Az nem nincs ki semmi, ne szórakozz vele. Nem beszélünk. Fújjuk. Fújj. Nyöghetsz is. Életem. Szia! Szia! Miket hozol? Adjál már még egy ilyen finom puszit! Hoztam a kedvenc sütidet. Miután a Krisztiánkával én együtt vagyok lassan 2 éve, tudom pontosan, hogy mikor sunyiskodik, és hogyha ő sunyiskodik, akkor annak van is oka. Mi lehetett téma? De egyébként nem miért voltál ilyen sokáig, hogyha... Mit edzettél ma? Mennyit kardioztál? 0. Nem kardioztál? Még nem. Miért nem kardioztál? Majd este. De miért este? Hol voltál 4 órán keresztül? Edzettem. Én elmentem a Natival. Tartottam edzést. Kinek? Bakósanyi rám tolt egy embert. De kit tart rád? Legalább jó pénzzel edzed? Igen. Ki az? Milyen csaj? Egy csaj. Csaj? Aha. És ezt miért nem mondtad eddig el? Én is felejtettem, csak fönnlátom a kardiógépen, csörög a telefonon. De minek örülsz? Hát az, hogy miért szétszekálsz.
Krisztiánra elég sörül rájön a röhögő görcs, tehát vagy azt szokta csinálni, amikor rákérdezek valamire, és ő súnyít, akkor azt kérdezi, hogy tessék, mit mondtál, mi van, és akkor visszakérdezi, és ameddig ő visszakérdez, addig ő kitalálja, hogy akkor most mit is kamúzzon. Csak hát ez Hódi Pamelánál nem jön be, tehát ettől azért én okosabb vagyok, lehet füllentgetni, csak nem nekem. Csak repülni fogsz a Dunába még ma. Mondjad már, Berki! De szülye! De milyen k***cesz szerinted? Te kopogott valaki. Szia Imre, még egy percet szeretnék kérni, mert éppen baja van. Gyere Imre! Gyere Imre! Megbalondult szegény. Na, mi történt? Magam sem... Nézd! Nézd, ott a basszus. Imre is jókor tud érkezni, amikor pont a vita kellős közepén vagyunk, és már egy hajszálon múlik, hogy na, akkor most bukik a Krisztián, de nem baj nekem, hát én tudom utána is folytatni. Imre? Mit kellett? Fel kellett. Mert én Pablo barátomtól megrendeltem, és megjöttek a képek, és ezeket föl kell rakni, de egyenessel, meg minden jó. Hányassal van az, hogy egyenessen? De körülbelül meg a magasságot is. Hogy... Hát a Pamela mindent tud. Körülbelül. Semmit nem tudom. Szia. Natasa Zsejke. Ez enyém. Elég, ha annyit mondasz, hogy Natasa. Annyi. Úgy annyi. Hívják, hogy Berki Natasa Zsejke. Igen, de elég, hogyha csak az egyik. Én választom. Nyomjad, Manó. Protyogé fejű. Várjál, tegyük azt fel is, akkor meg. Majd én felteszem. Te csak ha, majd szög. Akkor felteszi. Hát, ígyre én teszem fel a pontot. Te majd ott a... Gondolat. Persze, elvégezteted valami. Hallgasd. 78. Mit van? Az ígyre én teszem fel a pontot. Igaz? Tiszta a kezed? Igen. Majd a tisztulta. Igen, kaki minképpen. Bizony, nagyon sokat nyom. Tartod a kis fejét. Nem kell neki ilyen erősnek lenni. Úgy, most jött. Már ez a harmadik löket. Megint. Szeretek mindenből versenyt csinálni, úgyhogy a pelenkázás is egy olyan dolog lesz, hogy megpróbálom, hogy minél gyorsabban a kislányomat tisztába tenni. Meg hát igazából a képet nem akartam feltenni. Tehát az macerásod, be kell állítani, ki kell mérni, vízmérték, pontos legyen. Ez nekem egy picit unalmas. Ezt figyeld, és gyorsan, utolsó patentok. Egy. Kettő, három, kész! Európa bajnokok vagyunk! Szia! Pelus cserébe! Szia, kis Berki! Na, mit szólsz? Szia! Találtunk megint egy sportágat apának? Ott a könycseppem, apa! Na, odadlak anyádnak, hogy felöltöztet, jó? Feljött Imre. Végre elértem, végre feljön, végre megcsinálná. Csak hát kéne plusz egy ember, aki esetleg nézi, hogy jó színben van-e, vagy ne legyen tényleg bénán feltéve. Berki Krisztián ott fekszik. Ismételten nem csalódtam benne, szeretem, imádom, de hogy egy cseppnyi megmozdulás nem tud csinálni, semmi, nulla. Kész van? Kovarírtó, mit akar? Arra megyünk fölfelé, nem? Nézd! Nem, annak jónak kell lenni, igen? Az ízmértékkel van. Mégis csak nekem kellett volna ezt megcsalni. Akkor talán idő. Ott van. Ugye a megkelek a hajrunkhoz úgy tűnik a megkelek. Most akkor ez hogy van? Várjál, ki kell fúrni. Most ez elkezdett érdekelni. De még kicsikem, egyetlen életem. Csukd be az ajtót, mert az Imre nem tál ki. Mondjad már, most mit kell eddig várni, semmi, meg röhögni? Semmi, csak röhögölcsöt kaptam. De nyomd már, vagy most én járjak utána, vagy mit szeretnél? Kiderítem egy perc alatt, Berkez, utána repülni fogsz. De mit? Jött hozzám egy csaj, leedzettem, ennyi, kedves volt. Külsőre? Csak kérdezem. Hát nem azért, átlagos. Mert azt gondolnám, hogy te flörtölgetős vagy, és mondjuk bejössz a csajoknak, és mondjuk sunyiskodik. Miért jönnék be a csajoknak? Mindenki tudja, hogy a feleségem vagy, meg van egy gyerekünk. Pamela terhesség óta egy kicsit féltékenyebb, mint előtte volt. Nem mondom, hogy ez a férfiúságot nem legyesgeti. Szóval? Manu? Mondjad. Semmi, leedzettem, ennyi, aztán már ment is. És? Rendszeresen járni fog edzeni? Hát remélem, mert akkor sok pénzt keresek. Tényleg? Uh-huh.
És azt miért nem lehetett elmondani? Mert én tényleg elfelejtettem, voltam múltkor teniszezni, a Sanyi akkor dobta rám a csajt, én elfelejtettem, 10 óra után hívott telefonon, már ott volt, már nem tudtam lemondani. 30 x éves nőn egy gyerekkel aggodalmaskodjál már. Nem kéne? Nem kéne? Csak kérdezem, nem kéne? De miért kéne? Ezt tudod, hogy miért kapod? Tudod? Az eddigi összes unyiságodért kapod, az összesért. Hullahó, hullahó, táncolom. De most miért énekelsz? Hullahó. Miért énekelsz ilyeneket? Hát ez lesz a szövegem ma. Amit nem tud, de hol, minek? Hát meghívtak énekelni, pénzért. Pénzért énekelni? Karács. Hova? Krisztiánka, ilyen nincsen, hogy pénzért meghívnak téged énekelgetni. Ez maximum jótékonyságból elmész énekelni, nem pénzért. Nem úgy ismertem őt meg, aki elmászkál ilyen jótékonysági megmozdulásokra. Tehát az ilyen sporteseményeket oké, hogy szereti, de gyerekekért énekelni. Talán még a kutyákért úgy el szokott menni, de nem rémlik. Krisztiánka. Jó, mindegy, eltolom. Eléneklem. De elénekled? Biztos? Hát karitatív, akkor gyerekeknek biztos. Hát rám kíváncsiak. Azt hittem pénzért. Basszus! És már egyből elgondolkoztál rajta, mi? Hogyha már nem kapsz érte pénzt, hogy ugyan meginduljál-e? Hát elgondolkodtam, igen. Akkor le is állítom a felvételt. Nem, nyugodtan tanuljad tovább a szöveget, Berkesz, induljál meg, mert... Kész vagyok. Krisztiánka rendszeresen énekel itthon, folyamatosan. Tehát ő hazajön, elindítja a telefonján a zenét, lehet az magyar, angol, francia, bármilyen nyelven, tök mindegy, és elkezd, ha a szöveget nem tudja, hozzáteszem, ez a legbiztosabb az egészbe. És mi addig mit csinálunk a Natival? Én is akarok jótékonykodni a gyerekeket. Akkor odaállsz mellém és énekelsz. És a Nati is? A Nati is. Jó. Jó? De van a hangod? Mondja, csend. Hullahó, hullahó. Meg kell tanulnod. Meg kell táncolni, énekelni kell életem. Na, de egyszer együtt mozog a láb is. Na, akkor jó, na. Szétjött a sérom. Jó van, siessél, jó? Jó. Elkésünk, megint éltem. Én miattam? Én készen voltam. Most te elkésel, én meg megérkezem, jó? Felhúzom Natikának a redőnyt. Na, hogy kirásson? Nem, mintha sütne a szemébe a nap. Igen. Na, nem. Begyakoroljuk a szöveget? Uh-huh. Igen? Uh-huh. De az egészet nekünk kell énekelni, vagy most többen lesznek? Többen fogunk énekelni. Most, hogy menjen énekünk ennél a felvételnél. Azt nem tudom. Nekem olyan szinten rossz hangom van, hogy az valami brutális. A nővéremnek nagyon jó hangja van nekem. Nekem, mint az olyan ajtónyikorgás. Szörnyű. Láhó. Jó hangom? Loga. Kicsit följebb. De te is énekled. Honnan tudjam, hogy jó a hangom? Coló. Hullahó. Hullahó. Nem is értem. Nem tudom a szöveget. Soha nem hallottam ezt a dalt Dollytól. Egyrészt és nem is tudtam a szöveget. Nem volt egy bonyolult szövegszerkesztése. Picit dallamos is volt. Izgulsz? Nem, még nem. De nem fogok megfagyni? Mert Nati Bogyó biztos, hogy nem, de én. Meg te. Nem baj, jól elérdekéd a mindent. Jaj, életem, hol hoztalak? Miért? Nem örülsz? Hősök tere. Életedre valami jót is teszel, azon basz kívül, hogy a gyereket összehoztad nekem. Tényleg? Miért egyébként semmi jót nem teszek? Nem sokat. A töli napon még. Hát szervusztok. Sziasztok. Fekő Ádám, újságíró. Már találkoztunk. Szia, még egyszer. Szia. Minden rendben? Na, de hát minden őszintén rendben, hát elég hideg van, egy ideig vártunk rátok. Tényleg? Igen. Még nem késünk, csak megérkezünk. Hát figyelj, Ádám, most mi lesz ez az egész? Na, arról lenne szó, hogy csinálnak egy elképesztően cuki karácsonyi videót, arról, ahogy nem tudom, hogy látjátok ezeket a csodálatos díszleteket. De miért pont Etiópán? Hát, hogy hát, mindenki lát. Hogy a szobor jellegét szerettük volna. Ja, értem, túl snasz lett volna. Fekő Ádám még pont ide szervezték a Hősök terére, teljesen pont középre, tehát nehogy valaki ne vegyen minket észre. Sikerült oda szervezni 150 turistát, és hát hideg volt. Halló? Na, hallunk mindent? Igen. Majd ezt úgy elmondtam. E-mail kellékes fiú. Szia. Hoztunk nektek elég cuccokat. Na, menjetek. Én a nyalókát fogom, na, a sziszolatban. Na, menjetek. Szia. Na,
Hát Pamela, neked gondoltuk a... Igen. De lehet, amely valósítja. De lehet arra. Lehet, de jó, úgyis fázott a fülem. Van egy ilyen hatalmas nyalókánk, ha kell valaki. A Krisztián szájában pont jól fog állni. Nem ére a fejemre. Nem, mert olyan nagy, tisztelű vagy. Én nem éreztem még őnek ezt az egészet. Én abszolút nem éreztem azt, hogy most én kellemetlenül megfeszülve állnék ott, vagy bármi. Túl akartam rajta lenni, mert a babát is féltettem, hogy nehogy megfázom, mondjuk úgy be volt akarva, hogy szerintem még melege is volt. Kikikó, csilinger a szánkó, üdereg a lóni is már. Felesed a hóval, kicsi eszkióval, ne siess! Kipikopikpatkó, repül a hab fejló, besebben felülnöm át. Kavarog a bolgó, mesztelem a patkó, milyen csuda fehér a táj. Csak a zenére összpontosítottam, valamint a dalszövegre, és szerintem szenzációs volt. És hát látható volt az a 150 turista, aki percek alatt eltűnt, hogy mennyire élvezte a szórakoztatásunkat. Hullahó, hullahó, fénylő táncoló. Hullahó, hullahó, szép és csillogó. Hát én ezt megkönnyeztem. Szia! Hello! Bejöhetünk babakocsival? Gyertek, persze! Befértek? Ciao. Szia! Hello! Hello! Túri Lajos! Báró! Szia! Túri Lajos! Hello! Na én pakoljatok fel! Én zargattalak! Túri Lajos, a Starban Star koreográfusa, most Krisztiánt próbálja táncra bírni. Na, és itt a baba is. Aha, elhoztuk, hogy egy kis zenét. Én ahol nem vagyunk kúzva, mi oda betolatunk valahova. Ahol akárhova. Gyertek, akárhova. Persze. Gyere. Hova akarsz? Jaj, bocsánat, elvittem a lámpádat. Itt táncolnak a sztárok? Itt. Itt gyakorolunk. Tudnak táncolni? Hát, persze. Na. Figyelj, megyek egy esküvőre, haverom elkező esküvőre, amit mondtam neked, és van ez a fekacsáv, elég jó nyomja ezt a valamit. És, tudom, készültem is videóval nekem. Tök jó, látom, hogy ki van. Ha már ilyen jól megy az éneklés, akkor miért nem lenne jól a tánc ezzel a testalkattal, úgyhogy simán bepróbálkozom egy ilyen szerintem sokak által ismert jelenetre. Figyelj. Zene. És már látod, hogy fogsz csinálni? Így. Mint a Lajos. Tök más csinál a Lajos, mint te. De nem ez kell Krisztián, ha te a seggedet látod. Az is jó, de az is belefér, simán. Figyeld. Bármi. Jó, ha látok. Én csak ennyi. Most csinálja majd a vállat, a csipő. Igen. Ez az. Láb. Ott volt a rúgás. Jó, már kicsit lemaradtam. De te mit kapsz? Lent csettint. Csak gyere csettint zenére. Az az! És nagyon hülye fejeket vág közben. Aha. Most gyorsabban a forgást? Gyorsabban. Miért kell gyorsabban? Ha úgy néz ki jól. Az az. Látod? Nézd, mit csinál? Ez megy, Benti. Ez a forgás. Te vagy az Isten, arra gondol. És le is megy utána, lent is. Aha. Na jó, vegyük át meg egyszer. Attól, hogy elő kell adni az esküvőn, attól nem tartok. Attól tartok, hogy ha 100 embernél kevesebb van az esküvőn, az nem olyan komoly szint. Úgyhogy remélem, hogy 100 fölött lesznek az esküvőn. Lajos, köszönöm szépen. Hát én köszönöm az élményt. Aztán gyakoroljál. Tényleg is mit? Ezt hármat? Hát minden esetre... Ezt meg tudom csinálni. Azt meg? Igen. A lábad gyakorol. Miközben otthon főzöl, aha. A lábad. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Ja, hogy nem főz. Ezt mutass meg még egyszer. Ezt mutass meg még egyszer. Térded be, a be ja, betérdet nem csinálod. Ja, igen. Csú, kú, kú, kú. Várjál. De aha. Mi, mondd az ütemet. Mikor csinálod be? Ki, be, ki, be, ki, be, ki, be, ki, be, ki. Életem, megyünk haza. Kapod a hamit, idő van. Ha? Mit szólsz? Velem a legjobb, tudom. Nem is adnálak az anyának, hogyha lenne cicim. Képzeld el, megkaphatnád az enyémet. De hát sajnos ennyi az én szerepem. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Szia! Hozzá tudjuk.
Hozzá. Most ismerjük egymást. Többet, Krisztián. Olga vagyok. Én jöttem fületlőnél a kislánynak. Kató Olga, a házhoz hívható fűlyukasztó. A pároddal már egyeztettük. Tényleg, és erről miért nem tudok? Fülbelövés. Igen. Most először van az életemben, hogy úgy érzelmileg fáj valami, vagy úgy érzelmileg oltalmaznék, vagy védenék valakit, és ez abszolút csak a kislányom. Úgyhogy nem akarok neki fájdalmat okozni, nem akarom olyan dolgokba belerángatni, amivel esetlegesen ő nem tud dönteni. Hogyan gondolod, hogy bejössz, és akkor kilövöd a fülét? Ha? Engem hívtatok, én jöttem. Nem, én nem hívtalak. A párod hívott. Ja, a párom hívott. Aha, hát az nagyon kevés. Azt de az egy jelenet. Beszéltétek. Tényleg? Igen. Jó, akkor az arra kérnélek, hogy akkor gyalog, mint balog, menjél fel, és az elsőre, mert fölviszem a lányomat a liften, jó? És ketten nem férünk be, jó? Itt fel tudsz menni. Oké? Okay? Ott találkozunk. Biztos. Miért akarod kilövetni a fülét? Mert a kislány. És szerinted ő ezt szeretné? Biztos vagyok benne. Eldöntötte, hogy válaszolt neked? Uh-huh. De jó ez a bogyós. Megnézed? Meg milyenek vannak? Nézd csak ezeket a táblákat. Oda is tudod vinni, és ki tudjátok húzni a fülbevalókat, hozzá lehet mérni a füléjét. De szép. És ez fog neki fájni egyébként? Kis csípes zsibadást fog érezni, utána egy-két percen belül elmúlik neki. Uh-huh. Egy-két perc, hallottuk egy-két perc. Én nem okozok a kislányomnak fájdalmat, majd ha ő felnő, eldönti, hogy akarja, vagy nem. Tök fölöslegesen hívtad ide. Pamelának nagyon fontos, hogy legyen fülbevalója, nagyon látszik az az anyai ösztön benne, hogy szeretné majd őt öltöztetni, szeretné csinosítani. Most mit csinálod? Én ki akarom lövetni a fülét. Hát majd, ha én eldöntöm. De most nem fáj neki, Krisztián, ennyi idősebb. Minél idősebb lesz, annál jobban fáj neki. Ugyanolyan, mint amikor az injekciót fogja kapni. Az injekciót is muszáj, hogy megkapja, az is fájni az fog muszáj. Neki. És a fül, ez a fülbe de ő kislány, gyönyörű szép lesz vele, most nem fáj neki. Minél idősebb, annál jobban fog neki fájni. Ha sírunk, akkor nem akarjuk. Sírjunk. Most maximum azért sírna. Nem gondolod, hogy fájdalmat okozok a kislányomnak. Úgy csinált Krisztián, mintha én szándékosan akarnék fájdalmat okozni az életem legnagyobb szerelmének, holott nem fájdalmat akartam neki okozni, csak akartam, hogy túl legyen rajta, mert tudom, hogy később ebben úgyis szeretne fülbevalót, és miért ne szeretne, meg hát ő egy kis csaj, legyen fülbevalója, hát most minden, nekem is van. Na, válaszunk fülbevalót. Na, válasszál. Aztán én csináltasd meg akkor, amikor nem vagyok itthon. Én ezt nem adom. Te fogod fogni a napig. Én ezt nem adom nevemet. Látod? Kis Berki. Na. Én inkább elmegyek akkor. Tessék, itt van, csináljátok. Én nem fogom nem, fogni. De te fogod nem fogni. Nem fogom. De. Akkor fogja te. Na. Tessék, én ezt tényleg nem akkor menj innen. Nagyon akarom. Jó, menj innen. Na, menj innen. Oldjátok meg. Menj edzeni, okoskám. Voltam ma már edzeni életem, képzeld el. Menj megint edzeni. Te még a 6-7 ország álmait álmodoztad, én na, már akkor túl voltam mazsala. Mindenem. Hol a cipőm, Hódi? Nem tudom, melyikkel. Légy szíves, nem csalsz az egészet. Nem, megmondtam, hogy nem csalsz az egészet. De légy szíves. Nem. De nagyon szeretném. Vagy a zöld, vagy a fehér. Akkor megállapodhatunk a fehérbe. Arra gondoltam közben, hogy úgyis meg kell egyszer csináltatni, és ha már itt van az Olga, és ki kell fizetni, akkor essünk túl rajta, de ha rajta múlt van, akkor biztos, hogy nem most történt volna a fülbelövés. Most akkor mit csinálod? Nem, hogy adod a gyerekemet. Sarkan. Hogy kell csinálni? Le kell csücsülni vele, mellkasodra felfekteted vele szemben. És ezzel hogy alszik? Nem baj, most a jelölésnél a lyukasztáshoz felkeltjük, hogy ne arra keljen fel. Igen? Igen. Micsoda? A lyukasztás pillanatára fel kell kelteni. Na, nyisd ki! Én is, aki ezt is. Mi? Hát nem, majd én a gyerekkel a hideg persze ajtóba. Csáó! Amelának hoztam a sportverskertről csomagot. Hallod, megint csomagot kaptál. Már megint? Igen. És hogy kitől? Én először azt hittem, hogy megint a Viktor küldött valamit, tehát én az előzőre azért nem reagáltam neki semmit. Szerintem ezzel jeleztem, hogy abszolút felemelem a kezem. Köszi, uram. Ciao. Kitől kaptam megint csomagot? De mi ez, hogy állandóan csomagot kapok? Na jó, nem állandóan másodjára. Ezt én szeretném tudni. Én is. Jó? Na, én kaptam, jó? Nyugodjál meg. Meddet a Natit?
Hallod, kitől kapsz te csomagot, Hódi? A fejecskéje az, az, az órád, nehogy nyomja. Az az egy szerencsét, hogy nem tudok veled most üvölteni. Mert a kezemben van a gyermekem. Mi van? Na, is csak ki. Mit húzol? Jó, tartozok, én való más. Eltörtem múltkor véletlenül a pálinkát takarítás közben. Mit csináltál? Eltörtem véletlenül. Aha, akkor, és amikor szóltam neked, hogy mi az a pálinka szag? Jó, hát az, mire nem azt gondoltad, hogy sunyiba piázok, nem? Te becsaptál? De nem akartam elmondani, nem akartam felesleges felszkodani, semmi nem történt, itt volt a helye, hopp, visszakerül oda. A lehető legrosszabbkor hozták a pálinkát, én abszolút nem is számítottam rá, hogy most pont ma fogják nekem hozni, pont ebben az időben, amikor a Krisztián órákat nincsen otthon egy csúzomba, és most otthon volt, és pont most kellett hozni. De hát véletlen nem volt, és... De örülj neki, hogy egyetlen elintézték. Most egy pár napon semmi nem múlik. Duguljál be. Semmi. Duguljál be. Na, akkor csinálhatjuk szerintem. Duguljál be. Hátra ne dőljél. Most akkor mit segítsek? Semmit. Szerintem maradjál csöndbe. Szerintem meg fordíts meg. Szerintem maradjál csöndbe. Jó, majd utána folytatod, ne a kislány fölött, jó? Nem ennek kell. Lefogjuk előtt. Amit művelsz. Jó, szörnyű. Pár nappal később most van egy pálinkája. Nem a születése napján lett csinálva. De akkor csinálták, 29-én parackozták, pont ez volt a lényeg. Jó, hát meg most ez nem 30-dik. De ez most nem ér annyit. Mitől lenne 30-dik? Eszi a kezedet. Jó, tudom, mert biztos éhes. Lefertőtlenítem a kis fülecskét, jó? Tényleg? Igen. Jézus, Atya úr, és te most pisilnem kell az izgalomtól. Mi tart ennyi ideig? Megyek már. Azt mondtad egy pillanat. Pont egy percet állt le a pillanat. Na? Én lehet, hogy ezt én nem... Mi nem? Nem tudom. Mit nem tudsz? Aha, nálam sírjon, nem? Úristen, fogjad te. Ilyen steril kazettákban vannak becsomagolva, és akkor most... Miért nem csináljuk? Most kell határozottan megfogni. Nem tudom. Fogjad te a fejét. Ez rakd le egyébként kicsit a kezecskét. Persze, úristen. Így jó? Igen, kicsit. Nem fáj neki? Kész? Mazsolám! Jó kis csípés. Istenem, semmi. Hallod a hangját? Hallod a hangját? Ezt akartad? Hallod? Hallod a hangját? Ne, hagyjad. Most miért sírsz? Ezt mondtam. Már előtte is sírt. Nem éreztem még ilyet, és nagyon haragudtam Pamelára, nagyon rossz volt az, hogy én nem tudok segíteni a kislányomon, és hogy jó döntés volt-e belemennem abba, hogy átlövettük a fülét. És utána tud elni. Segítsél! Fogjad a... Bügyöd. És csak velem szembe legyen a kislány. Nem fáj neki. Nem fáj neki, persze. Hallottad a hangját? Leizzadta. Miért kell ez? Ne stresszelj már, te is velem szembe legyen. És kötöd ide a fejére. Nem teszem a fejére a kezemet. Nem fér, akkor megpisztoljam. Fogjad a fejét, Pamela. Legyen. Olyan ügyes vagy. Várjál. Te vagy a legügyesebb. Ekkora hülyeséget sem kérdezem, nem akarok hallani. Én nagyon bepánikoltam, és nekem nagyon fájt, nagyon rosszul esett. Ezek ilyen anyai érzések, amit nem tudok megmagyarázni, nem tudom, hogy miért van. Egyszerűen csak jön, és nem tudok uralkodni magamon. Semmi baj. Úristen, de szépen. Nem baj, hogyha ezt nem köszönöm meg se neked, se az Olgának? Nem baj? Az volt az egyetlen érték ennek a rohadt pálinkának, hogy 29-én palackozták. Amikor a kislányunk született. 29-én. Te meg elcseszted, hogy összetörted. Most akkor vesztett az értékem? Nem, akkor palackozták. Odaadom a lányomnak, és közben nem is 29-ei palackozás. Nem kell. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy
Rendben, hogy ezt most nagypályába megtanulod a sunyogást. Én nem vagyok nagypálya. Nagypályába megtanulod. Ne rövök. Veled élek. Majdnem első sikerű, Berke, mi van veled? Tőled tanultam az egész sunyogást! Hát az, hogy Pamela megpróbálta eltitkolni azt, hogy eltörte a pálinkát, ennek abszolút nem örülök. Mindenképpen el kellett volna, hogy mondja. Az, hogy megrendelte és próbálta megoldani, kijavítani a helyzetet, hogy ne vegyem észre, az igazából így a végére azt mondom, hogy Berk is lett, úgyhogy egy picit büszkés vagyok rá, csak nehogy meghallja. Te, van még esetleg valami olyasmi, amit... De nem olyan dolgokba sunyogok, amilyenekbe te szoktál. Mint? Mondhatnám, de nem mondom. Na mondjad. Nincs kedvem. Na, most szeretném tudni, hogy a jövőben ez hogy lesz? Mennyire leszel őszinte? Ha? Én őszinte leszek, Berki, mert én mindig mind az most? Vagyok veled. Ez most mind egy kivételes most? Helyzet kösz, hogy volt. Azt mondtad, hogy a végén jó neked flakon. Az jövőben számíthatok-e hasonló? Hát. Nem azt mondom, hogy hazugságra, mert én nem mondok rád ilyet, de turpisságra. Hát, hogy ne? Mármint nem. Számíthatok. Az késeket nyugodtan rakd el, még egyelőre. Pedig arra gondoltam, hogy... Egyelőre nyugodtan rakd el. Szóval nekem ez így nem pálya, Hódi. Nem? Nem. Fú, soroljam, hogy nekem mennyire sok minden nem pálya. Egyet mondjál. Te! Veled kezdeném, és veled is van vége.